Köszöntöm Önöket a kereszténység legnagyobb ünnepén, húsvétkor. Vendégünk Spányi Antal megyés püspök, akivel a nagy hét eseményeiről fogunk beszélgetni. Méghozzá azért, mert a nagy hét tulajdonképpen nem más, mint Krisztus tanításának az eszenciája. Ugye ez a nagy hét virágvasárnappal kezdődik, egy nagy győzelmi bevonulással. Ennek kapcsán a pápa többször felhívta már a figyelmet a triumfalizmus, vagyis a győzelemmel való hivalkodás veszélyére. Ugye ez azt jelenti, hogy a győzelmet nem úgy éljük meg, hogy az mindenkire érvényes, és mindenki győzhet, aki azon az úton jár, Jézus útján, hanem vannak vesztesek, és vannak gyengék, és vannak győztesek. Ez egy megkülönböztetés. A pápa viszont azt mondja, hogy itt mindenki győzhet. Ez a győzelem, ez az öröm viszont nem ingyen van, ugyanis megelőzi nagypéntek döbben csendje. Úgy gondolom, hogy a Szent Atya nagyon bölcsen látja az emberi életet, látja a világ helyzetét, és látja ebben a helyzetben magának az embernek a sorsát is. Az ember mindig győzni akar. Győzteseket szeretünk ünnepelni, és a győztesek közé szeretünk tartozni. De a győzelem, amiről a Biblia beszél, és amit Jézus hozott el a mi számunkra, az nem ennek a világnak a győzelme. Az nem azáltal születik meg, hogy valakit legyőzünk, valaki fölé kerekedünk, valakit sikerül magunk mögé, vagy ne adj Isten, magunk alá kényszeríteni, hanem valami egészen másról van szó. Arról van szó, hogy a győzelem az önmagam fölött való győzelmet jelent. Én tudom legyőzni önmagamban mindazt a rosszat, mindazt a gyengeséget, amely az önzésből, a magam akaratának a erőszakolt keresztül hajszolásából fakad, ami mindig valamiféle gyengeséget jelent. Hogyha tudjuk a győzelmet így tekinteni, hogy magam fölött aratok győzelmet, magam vívom ki a szabadságomat ezáltal a győzelem által, akkor nem lesz már triumfalizmus, nem lesz már senki legyőzve, hanem inkább esélyt kap mindenki arra, hogy fölemelkedjen. Ezt az önmagunk fölötti győzelmet azonban nem tudja az ember máshogy kivívni, csak bizonyos szenvedések által. A szenvedés az nem arról szól, hogy én szeretek szenvedni, hogy én nekem jól esik szenvedni, hogyha úgy tetszik, nem vagyunk mazohisták, nem leeljük örömünket a szenvedésben, mert az nem jó, az egy negatív állapot, de vállalni kell a szenvedést. Csak úgy tudom magamat nevelni, csak úgy tudom magamat formálni, hogyha vállalom azt is, hogy szenvedek, hogy présbe vagyok, hogy megpróbálom magamat a legjobb formájúvá nevelni, csiszolni, alakítani. Ehhez hozzátartozik az is, ami Jézus is keresztül ment, a nagypéntek szenvedése, a nagypéntek fájdalma. Nem önmagát keresi, hanem másokat keres, a másokért vállalt szenvedés, a másokért vállalt kereszthordozás, az viszont mindig az életbe vezet bennünket. Ön viszont úgy fogalmazott éppen most virágvasárnapon, hogy nem, mintha nem rendülnénk meg eléggé ezen a Krisztus szenvedésén, amit ugye értünk tett. Nem értjük, nem érezzük, nem látjuk. Azt hiszem, hogy talán látjuk is, érezzük is, de túlságosan hat ránk a megszokottság. Látjuk naponta Jézust a kereszten. Hozzá tartozik a mi életünkhöz a keresztnek az emlegetése. Imádságaink elején és végén keresztet vetünk magunkra. A templomaink tetején a keresztet látjuk. Otthonaink falán is ott van a kereszt. Léptenyomon találkozunk a kereszttel, és hozzászokik a szemünk. Ahhoz, hogy igazán szívünkön érintsen bennünket Jézus szenvedése, nyilván kell a nagy hét a maga szertartásaival és liturgiájával, ami megfelelő módon érzékenyíti az embert erre. De kell az a belső készségünk is, annak a kialakítása is, hogy megértsem, hogy Jézus értem szenvedett. Nem csak úgy általában szenvedett, mert Júdás elárulta, a Pilátus nem törődött vele, a római katonák szadisták voltak, és kiélvezték a alantas indulataikat
a halálra ítélt emberen, mielőtt meghalt, kivégezték, még meggyötörték, nem pehje volt Jézusnak, hanem értünk vállalta ezt a szenvedést. Nem lett embertelen az embertelenségben, hanem az embertelenségben is ember maradt, méghozzá Isten ember, és ezért Isten szeretetét tudta az ember felé nyújtani. Azzal a szeretettel tudta elfogadni a keresztet és mindazt, ami rávárt, ami fölül emelte őt, mindazon, ami embertelen, ami fájdalmas, ami keserves. Tehát soha nem szabad azt gondolni, hogy a szenvedés önmagában valami érték. A szenvedéstől az ember joggal menekül. Isten nem leli örömét a szenvedésben. Abban leli örömét, hogy akár a szenvedés árán is megmaradunk szeretetben, a szenvedés árán is egymás felé nyitottak maradunk, a szenvedés árán is a másiknak a javát akarom keresni. Azért ennek a szenvedés megértésének kell, hogy legyen az embernek személyes köze hozzá. Tehát Krisztushoz is valamiképpen személyesen is el kell jutni. Tehát az egyház ad egy keretet, egy mintát, de mindenkinek személyesen kell megtalálni Krisztust. A hit nem lehet más, csak személyes hit. A hit egy döntés Krisztus mellett. A keresztény hit legalábbis ez. Én nekem közöm van Krisztushoz, mert Krisztus szeret engem. És ha valaki szeret engem, megtapasztalom az ő szeretetét, az ő jóságát, akkor az úgy gondolom, hogy egy egészséges, épp emberben viszont szeretetet indukál. Én nekem így kell viszont szeretni Krisztust. Meg kell tapasztalnom az ő jóságát, észre kell vennem az ő szeretetének jeleit, amelyek végigkísérnek bennünket az életünkön, és erre megfelelő módon kell válaszolni. Krisztust csak úgy tudom megérteni, hogyha egészen személyesen, magamra vonatkoztatva tudom olvasni az ő mondatait a Szentírásba, tudok találkozni vele a liturgiában, fedezem fel az ő szeretetét a másik emberben, vagy éppen önmagamban élem meg ezt a szeretetet, amikor én fordulok oda valaki felé, akitvel én tudok jót tenni, akit én tudok segíteni. Hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek. Ha egy ilyen kicsihez odafordulok, ez lehet gyerek és lehet felnőtt, lehet rám szoruló bárki, hogyha tudom szeretni, akkor Krisztussal találkoztam egészen személyes módon. Ugye mire vágyik az ember alapvetően? Arra, hogy szeressék, boldog legyen, és hogy szabad legyen. És Krisztus a szabadságot hirdeti, de valahogy egészen másképp, mint ahogy mi a hétköznapokban általában értelmezzük, és talán Jézus idejében is ugyanúgy a szabadságot egy ilyen általánosságban értelmezték, és nem az szerint, ahogy Jézus. És ugye ebből félreértések is származtak annak idején, és hát most is. Mit jelent ez a szabadság? Úgy gondolom, hogy az ember képes mindennel élni, és mindennel visszaélni is. Hogyha a krisztusi szabadságot akarjuk megérteni, akkor ez azt jelenti, hogy szabad vagy a jóra. Te dönthetsz, és szabadságodban áll dönteni a jó mellett. De az ember dönthet a rossz mellett is, mert rajtam áll vagy bukik. És én döntetek amellett, ami már nem szabadság, hanem szabadosság. Amikor az utcán, tereken rombolásnak a nyomait látjuk, amikor úton, útfélen szétdobált szeméttel találkozunk, vagy lerakott sittel és egyéb hulladékkal, akkor ott azt gondolom, hogy valaki azt gondolta, hogy neki ez joga van, neki ez szabadságában áll, visszaélt azzal, amivel felelősen kellett volna élnie, nem csak a maga kényelmét szem előtt tartva, hanem a közösség javát is. A szabadosság az mindig kiszolgáltatottá teszi az embert. A szabadosság által nem leszek szabaddá. Szabad az lesz, aki tud dönteni, és a döntéseiben mérlegre teszi. Mi az én döntésem következménye? Jó vagy rossz lesz? Jót teszek, vagy rosszat teszek? Előre viszek valakit, fölemelek valakit, vagy elgáncsolok, lenyomom, és utána úgy megyek tovább ugrándozva, hogy ezen is túl vagyok. Nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy Jézus a jónak erre a szabadságára hívott meg bennünket.
Ő nem akar senkit szabadosság felé terelni, nem akar erre meghívni, mert akkor rabságba süllyesztené az embert. Azt saját akaratának, a saját önzésének a rabja lesz, ami egy nyomorult állapot az embernek. Attól nem lesz senki igazán boldogabb, hogy szemetessé teszi a világot, hogy elfertőzi a vizeket, és nem tudom én, mi minden gonoszságot csinál. De attól jó lesz, és szabad lesz, hogy jót tesz, örömet szerez, mert ez visszaad a saját lelkére és szívére is. Ha az ember boldogságot keres, ahogy jól mondja, mindenki ezt keresi, akkor annak ez az útja szerintem, hogy örömet szerzek másnak, és mások örömének találok meg, mások örömének tanulok meg igazán örülni. Mások örömében megtalálni a magam örömét, ez igazi boldogságot jelent. Jézus erre az útra hív bennünket. És ugye ennek vannak olyan látható jele is az egyházban is, hogy milyen jó segíteni, mint például most ugye a katolikus Caritasnak a fejlesztése, amit a napokban adták át az új épületet. Egy hatalmas logisztikai központ lesz itt Fehérváron, ami egész nyugat Magyarországot ellátja. Hát ez egy intézményesült segítség, de hatalmas segítség, és ugye ez a legalsó szintől, tehát az adakozóktól induló szervezet. Mit lehet erről tudni, és mit jelent ez a egyházmegye számára? A katolikus Caritas egy nagyon fontos intézménye az egyháznak. Kezdetektől fogva, mióta egyházról beszélünk, 2000 év óta az egyház lételeme megnyilvánulásának az egyik legfontosabb aspektusa az, hogy Caritas tevékenységet folytat, hogy odafordul a szegényekhez és jót tesz azokkal, akik rászorulnak. A Caritasnak ez a nagy logisztikai központja, ami itt éppen Fehérváron épül meg, ez egy nagyon nagy öröm nekem és nagyon nagy sikerélmény, de biztos vagyok benne, hogy nem csak nekem személyesen. Fehérvár olyan jó helyen fekszik, hogy alkalmasnak tűnt rögtön, hogy a térképre ránéztünk, hogy ezt a logisztikai központot itt próbáljuk megvalósítani, mert innen könnyen el lehet érni az ország bármelyik pontját, az ország nyugati felében, akik számára ezt építettük. Amikor a polgármester urat megkerestem, hogy van egy ilyen terv, és ebben kérnénk segítségét, ő rögtön azonnal mellénk állt. Itt már mindjárt egy örömmel találkoztunk. Ő ezt elvitte a közgyűlés elé, akik elfogadták, megértették, egyetértettek a mi szándékunkkal és támogatták. Ez az öröm csak nőtt és tágult, és sikerült megszerezni hozzá azokat az anyagi forrásokat, részben az önkormányzat segítségével, polgármester urattal, testületnek a támogatásával, részben az ipari park tulajdonosainak a segítségével, és természetesen a kormányzatnak a támogatásával, hogy ez a munka elindulhatott. Tehát akkor mondhatjuk, hogy egy ilyen kezdeményezés az egy közösséget indukál tulajdonképpen? Egy nagy-nagy közösséget, egy nagy-nagy szabadságot hozott el számunkra, mert szabadon döntetett volna a polgármester úr is, hogy köszönjük szépen, erre nekünk nincs szükségünk, testület is mondhatta volna, az ipari park is bezárhatta volna a kapuját előttünk, de mindegyik a jó mellett döntött szabadon. És én úgy hiszem, hogy ez egy nagy közös siker a városnak, az önkormányzatnak, az ipari parknak, a Caritasnak, és így az egyháznak is, amely így hatékonyabban tud jól szervezett munkával segíteni a rászorulóknak. Itt nem csak adhok segítségekről van szó, hanem olyan bázis is lesz ez, ahol tudunk olyan eszközöket tárolni, amelyek egy esetleges természeti katasztrófánál kell. Nem mindegy, hogy ezt az ország keleti részéből kell ide szállítatni, vagy itt van, és egy óra alatt, vagy két óra alatt el tudjuk juttatni ezeket az eszközöket Nyugat-Magyarország bármelyik pontjára. Tehát egy olyan segítség lehetősége adódik, amiben az emberek biztonságérzete növekedhet. Én nagyon örülök, hogy a Caritashoz közöm lehet, és a Caritasnak a tagjaként dolgozhatom ezért a sikerért, és nagyon örülök és köszönöm ezúttal is polgármester úrnak, önkormányzatnak, ipari parknak, mindenkinek, akik ebben
partnerek voltak és segítettek, mert ez valóban egy közös munka, és természetesen köszönjük a kormányzatnak is a támogatást. Mekkora felelőssége van egy ilyen intézménynek, mint a Caritas, és mekkora felelőssége van az egyéni embernek ebben a fajta segítségben? Nagyon érdekes a Caritas működése. A Caritasnak valójában két karja van. Az egyik karja egy professzionálisan segítő kar. Szakemberekből, olyan emberekből, akik tudják a különböző krízis helyzeteket kezelni, akik tudnak projekteket generálni, azokban hatékonyan közre működni, pályázatokat írni, az elnyert lehetőségeket megfelelő hatékonysággal eljutatni az emberekhez. Tehát arra törekszünk, hogy ha nyerünk pályázaton arra, hogy vetőmagot adjunk az embereknek, vagy házi állatokat adjunk, amiket fölnevelve utána el tudnak fogyasztani, akkor úgy tudjuk ezt oda juttatni nekik, hogy az valóban a földbe kerüljön, azt megműveljék, az meghozza azt a termést, amit kell, és az állatok is megnőjenek, és ne napos csibeként vágják le őket, vagy hagyják megfázni és elpusztulni őket. Tulajdonképpen hálót adnak a halászáshoz, igen, mondhatjuk. Igen, uh-huh. Igen, ez nagyon fontos dolog, mert nem elég csak egy éppen adhok pillanatban keletkezett bajt orvosolni, hanem meg kell próbálni segíteni a bajt kezelni az embernek, hogy maga tudjon talpra állni. Ez egy nagyon fontos része. Ez egy nemzetközi intézményrendszernek az egyik tagja, a Katolikus Caritas, tehát itt különböző kapcsolatokkal, nemzetközi kapcsolatokkal elevenen erősen beágyazott intézmény ez. Így tudunk hatékonyan segíteni akkor, amikor a világ bármely részén olyan segítségre van szükség egy katasztrófa helyzetben, amiben mi tudunk segíteni. Nem megyünk oda és nem keressük, hogy itt vagyunk, mit csináljunk, hanem tudják, hogy vagyunk, és ha ránk van szükség, hívnak. Ha arra van szükség, hogy az eszközeinket küldjük oda, akkor azt küldjük oda, vagy hogyha arra van szükség, hogy vízre, fertőtlenítőszerre van, akkor azt küldjük természetes. Ez a Caritasnak az egyik karja. A másik karja az az a mozgalom, ami a plébániákon működik, hogy önkéntesek, férfiak, nők, fiatalok, idősek, többségében azért mégiscsak hölgyek, akik vállalják azt, hogy heti rendszerességgel valakit fölkeresnek a saját környezetükben, aki magányos, aki egyedül van, aki valószínű megkapja azt, amire szükség van ahhoz, hogy az életét fönntartsa, de a hivatásos családgondozó, vagy szegénygondozó, vagy megbízottnak valószínűleg nincs arra ideje, hogy leüljön az ágya mellé, és hosszan lelkizzen vele. Ezért a Caritas munkatárs szerint, hogy pénteken 4 órakor eljövök és meglátom magát. Lehet várni péntek délután 4 órát, amikor nyílni fog az ajtó, és eljön az ő látogató, aki leül, és nem ő akar mesélni neki, hogyha a beteg nem kérdezi, vagy az idős nem kérdezi, hanem meghallgatja, hogy van kihez szólni. Van, akinek ő is fontos. Valakinek elmondhatja az álmát. Valakinek elmondhatja a régi történeteit, esetleg századszor. Mindegy, ő meghallgatja szeretettel. És azt hiszem, hogy ez a oldal, ez a kar is nagyon-nagyon fontos a Caritasban. Hogy egymást tudjuk szeretni, egymást tudjuk elfogadni, egymás számára tudjunk rendelkezésre állni. A Caritas így tud egy szeretetben erősödő és szeretetben növekvő világot és szeretetben élő embereket formálni és nevelni. Említette, hogy nemzetközi segítségben is részt vennek. Van erre példa mostanában, hova hívják a Caritast? Mostanában, hála Istennek, nincs olyan különös katasztrófa helyzet a világban. Ez egy csöndesebb időszak, de például amikor a cunami volt, akkor hosszú időn keresztül a mi munkatársaink is ott voltak és segítettek, és később is ott volt a Caritas, különböző kollégiumokat, iskolákat építettünk, és ezek mind a mai napig léteznek. Ennek gyümölcse az, hogy Indonéziában van Kaszap István kollégium, és van Kaszap István cserkész csapat. Olyan érdekes, hogy ha ott voltunk, akkor beszéltünk velük,
és hát ennek a híre is valahogyan eljutott, és ők ezzel hálálták meg a magyarok segítségét, a Magyar Karitász jelenlétét és szeretetét. De sokfelé inkább anyagot kell küldeni, eszközöket. Mert ha elmegy egy magyar, akkor ott lehet, hogy nyelvi nehézségek vannak, nem mindenkivel tud kommunikálni, nem ismerjük a helyi körülményeket, a helyi viszonyokat, a helyi törvényeket, hogy hogyan kell ott viselkedni. Hát mindenképpen kell legalább egy ember, aki bennünket ebbe az idegen közegben el tud kalauzolni. Az az ember tud mást is tenni, hogyha nem bennünket kell kísérgetni. És amit mi tudunk csinálni, azt talán megcsinálják a helyiek is, mert legtöbbször nem kéz hiány van, dolgos kézben van hiány, hanem szakértelemben, tanácsban és legfőképpen eszközökben, amik költségesek. Tehát ebben szívesen és könnyen segítünk. De ha kell, akkor mennek a mi embereink és ott vannak. De hát azt is el kell mondani, hogy nem csak arra kell gondolni, hogy ilyen nagy katasztrófákban a Caritas elindul és próbál segíteni, hanem Kárpátaljába a katolikus Caritas orvos missziója. Járja azokat a településeket, ahol nem igen van orvos, ahol az egészségügyi körülmények hát egészen fantasztikusak. Én is elkísértem őket egy-két ilyen útra. Hát megdöbbentő, hogy az az épület, amiről mindenki állított, hogy az a kórház, hogy az ott hogy néz ki, és ott milyen lehetőségek vannak a gyógyulásra. Az emberek hogyan részesülnek különböző betegségek elleni szűrésben, hogyan kísérik egy kisgyereknek a fejlődését, és hogyan próbálunk segíteni rajta, hogyha megállapítottuk, hogy gerincferdülése van, vagy a csípőjét kell tornáztatni, vagy luttalpa van, vagy a szeme rossz, hogy azt hogyan kell kísérni. Nem elég, hogy akkor adok egy szemüveget neki, aztán majd 20 év múlva meglátjuk, hogy mi lesz vele. Nagyon fontos dolog ez. Orvosok, professzorok, medikák, medikusok örömmel mennek és vesznek részt ebben a tevékenységben, és ott nem csak magyarok, hanem mindenki, aki Kárpátalján él, sok nemzetiségnek a gyermeke jön és fogadja el örömmel azt a segítséget, tanácsot, amit kap. Ilyenkor kapnak eszközöket is, tehát luttal betétet, szemüveget. Ez úgy történik, hogy fölveszik az ő helyzetét, a betegnek a helyzetét, itt elkészítetjük ezeket az eszközöket, és aztán visszavisszük és átadjuk. És egy idő után újra elmegyünk oda, megnézzük, hogy mit használt a gyereknek a lába, hogy alakul, hogy azt a tornát, amit tanítottunk, azt végzi-e és elégséges-e az, vagy másra van szükség. Azt hiszem, hogy ez a tevékenység is hozzátartozik a Caritas munkához, és egy nagyon fontos, nagyon szép tevékenység, ami, ha úgy tetszik, nemzetközi kapcsolatokhoz tartozik. Jól lehet, hát többnyire mégis magyarok felé irányul, de határainkon túlélő magyarok, magyarságnak azon része felé célozzuk ezt a segítséget. És még azon gondolkodtam, hogy ugye a Caritas egy keresztény-katolikus szervezet. Mennyire fontos, akár külföldön, akár belföldön, hogy az emberek tudják ezt? Tehát tudják azt, hogy Jézus szeretetéből, Jézus tanítása által segítünk, eszközökkel, meg amit itt felsorolt püspök úr, sok mindennel, mentálisan is akár. Nyilván a legfontosabb a segítség. Az a segítség, amely egy bajban lévő embernek kell, hogy megadassék. Ezt mindenkinek kötelessége megtenni, aki ott van. Nyilván, ha én eljutok egy olyan helyzetbe, ahol tudok segíteni, nem tagadom meg, hogy én a keresztényi mi voltomból indítatva segítek. Segítek, mint ember, aki igyekszik jó ember lenni, de valami többletet ad, valami pluszt ad, valami belső többlet erőt ad nekem az, hogy én Krisztus szeretetében vagyok erős, és Krisztus szeretetét tudom nyújtani az embereknek. Kiderül, hogy keresztények vagyunk, anélkül, hogy ezt nagyon hangoztatnánk, mert rá megértik az emberek, észreveszik. Az baj, amikor valakinek úgy kell igazolnia keresztlevéllel, hogy én keresztény vagyok. Az a jó, amikor valakinek az életén látszik meg az, hogy ez miért jön ide? Miért veszi a fáradtságot, hogy utazik 1000 kilométert,
és a szabad idejét, a hétvégéjét, amit pihenhetne, szórakozhatna, családjával tölthetne, elmegy és idegen gyerekekkel ott próbál valamit csinálni, amiért se fizetés, semmiféle jutalom nem jár. Miért teszi ezt? Fölteszi az ember a kérdést magának, és hát akkor hamarosan rádöbben, hogy hát persze ez a katolikus Caritas. Ez a Caritasnak a tevékenysége, tehát ők Krisztus szeretetét hozzák. Azt mondja szerintem, hogy Krisztus szeretete sürget engem. Krisztus szeretetéből így kell jót tenni, és itt kivétel nélkül. Ez a krisztusi szeretet egy tág ölelésű szeretet. Ez nem zárhat ki senkit és semmit. Mindenki felé a jót kell tennem. De ugye a húsvét is ezt hirdeti. Mondjuk érdekes, hogy akár csak a keresztényeket nézem, nem egy időpontban ünnepeljük, mondjuk az ortodoxok is már máskor nagyon ritkán esik egybe. És ez még mindig egy adott kör, tehát mindig a kereszténységről beszélünk. Mit gondol, lehet a mai ember számára Krisztus egy közös nevező, egy nyitás, akár nem keresztények számára is? Az, hogy a keresztények között vannak nézetkülönbségek, ez a legkisebb különbség, hogy éppen mikor ünnepeljük húsvétot, Krisztus föltámadását. Ez két különböző hagyományra megy vissza, hogy megpróbálja az egyik ugyanazt a napot ünnepelni, a másik pedig a csillagok járásához igazodva igyekszik Krisztus halálának és föltámadásának a napját megtalálni. Ezek az ősi bibliai történetek, ezek sok bizonytalanságot hordoznak magukba. Az most már mindenki előtt ismert, hogy Jézus nem karácsonykor született. Karácsony az Jézus születésének az ünnepe, hát nem akkor, hanem évszázadokkal később sem vezettek születésére könyveket, és nem tudják az emberek, hogy mikor születtek. Én is találkoztam olyan öregekkel, akik nem tudták, hogy mi az ő születésük napja, hanem azt tudták, hogy tavasszal, meg akkor, amikor a kukoricát törték, akkor született, mert kint volt az édesanyja is a kukoricásba, és hát ott született meg. Ezek magától értetődő dolgok, nem nagyon régen is, pláne hát 2000 évvel ezelőtt. Mégis azt gondolom, hogy Krisztus személye egészen különleges a történelemben, hiszen ő nem egy közülünk, hanem ő az Isten fia, aki eljött, aki magára vette a mi emberi természetünket, és ezért az, amit ő elhozott nekünk, az meghaladja az emberi természetet, valami töbletet hozott, valami végtelen töbletet, végtelen nagy ajándékot hozott el a mi számunkra. Ő nem csak elmondott egy utat nekünk, mint az emberiség nagy bölcsei, akik mind-mind igyekeztek útmutatást adni az ő követőiknek, hanem ő ezt az utat igazolta az életével, erre rátette az életét, és véresen bevasalták rajta szavainak az igazságát, az életével fizetett érte, és ő az egyetlen, aki föltámadt, akit az Isten igazolt, hogy nem csak beszélt, hanem ő valóban az, akinek magát mondta, mert senki nem támadt föl a halottak közül. Azon kívül Jézus az, aki mindenki felé egyetemesen meghirdette azt a szeretetet, amit sehol máshol nem találunk meg így. Látunk vallásokat, törekvéseket, emberi csoportokat, akik nagyon is erőszakosan akarják a maguk igazát rákényszeríteni, maguk szokását ráerőltetni az emberiség másik részére, akik mást követnek. Itt hiányzik az a szeretet, ami úgy gondolom, hogy az embernek alapvető szüksége, és minden embernek alapvető szüksége. A kereszténységben Krisztus egyetemesen ezt a szeretetet hirdette meg. Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek. Amit egytől megtagadtok, azt tőlem tagadjátok meg. Tehát erre kényszerít rá Krisztus szeretete. Ezért azt hiszem, hogy Krisztus személye nagyon is alkalmas arra, hogy egy legkisebb közös többszörösünk legyen. Legyen egy olyan alap, amihez mindenki hozzá tudna kötődni, és hogyha elfogadja azt az evangéliumot, amit Jézus megélt,
amit az evangelisták leírtak nekünk betűbe formálva, de azt az életet követő, amit Jézus élt, amiről szólnak a Szentírásnak alapjai, akkor valami nagyon szép élet születhetne meg, egy valódi új húsvét, egy húsvéti kezdetnek lehetnék a részesei. Én úgy gondolom, hogy ez lassan-lassan be fog következni. Nem a mi életünkben, de a jónak a győzelmében hinnünk kell. Végül is győzött a jó Krisztus föltámadásában, eldőlt a jó és a rossz közötti harc, amikor a sátán azt hitte, legyőzte Jézust, mert íme ott van a keresztre szögezve, az ő emberei elfutnak, csak anyja sírdogál a kereszt tövébe, és ott látja, hogy hangosan fölkiáltva nagypéntek délután 3 órakor kileheli a lelkét, na vége ennek a történetnek. Beteszik a sírba, lepecsételik a sírt, befégeztetett ez a történet, véglegesen vége, nem számít arra, hogy harmadnap föltámad, a sírból előjön diadalmasan, az élet ragyogó fénye árad a sírjából, és azt mondja az embereknek, hogy békesség nektek, mindenkinek. Az őt keresztre feszítőknek, ezt mondja Saulnak, ezt mondja minden embernek. Ha akarod, elfogadod a békémet. Ha akarod, élhetsz az én békémben. Ha akarod, az én szeretetem a tied, és ezt nem magadban őrzöd, hanem továbbadod, még nagyobb lesz ez a békesség benned is.